Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és a sajtó tisztelt munkatársait is. És engedjék meg, hogy külön köszöntsem Boldog István országgyűlési képviselő urat és Loppert Dániel urat, a NIF ZRT kommunikációs igazgatóját. Egy újabb örömteli eseményre gyűltünk ma itt össze, hiszen a vasútállomás környezetének felújításáról adhatunk számot. Nos, egy olyan város, mint Törökszentmiklós, amely önmagában is egy nagyobb közösség, nem lehet független a külvilágtól, és nem is tud önállóan létezni, hiszen része egy nagyobb egységnek, így az országnak, és ezen keresztül Európának is. Éppen ezért szükség van arra, hogy összeköttetésben álljon mind társadalmi, mind infrastruktúrális szinten a külvilággal. Tudjuk, hogy nagyon fontosak a társadalmi kapcsolatok, és igyekszünk is jó kapcsolatokat ápolni a megyével, az országgyűlési képviselővel és a kormánnyal is. És persze jó minőségű infrastruktúrális összeköttetéseket is igényel a város, hiszen nem mindegy, hogy hogyan tudunk eljutni más településekre, illetve minket hogyan tudnak megközelíteni. Különösen így van ez Törökszentmiklós esetében is, egy olyan város esetében, ahol nem csak azért fontos a vasúti felújítás, hogy a lakosság könnyebben és gyorsabban el tudjon jutni arra a helyre, ahova kívánkozik, hanem a Törökszentmiklóson lévő befektetők is nem mindegy, hogy az itt előállított termékeket hogyan tudják eljuttatni a célállomásra, és minden bizonnyal a páneurópai vasúti felújításnak köszönhetően gyorsabban, könnyebben és olcsóbban tudják ezt megtenni, hiszen miután 160 km/h közlekednek mostantól Törökszentmiklóson a vonatok, így mindenképpen közelebb kerültünk a fővároshoz, illetve az ország egyéb településeihez is. A vasúti felújítás, amely Szajol és Püspökladány között zajlott, a Törökszentmiklóst érintő munkálatok már befejeződtek. A vasútállomás épülete is megújult, és ezen kívül elkészültek a peronok, a vasúti aluljáró is, és ennek a miklósi emberek nagyon örülnek, hiszen a település vasúton inneni és túli városrészei mindenképpen közelebb kerültek egymáshoz. Most az az alkalom, amiért itt vagyunk, a vasútállomás közvetlen környezetének a megújításáról szól. Ha körülnéznek, akkor új parkolók készültek el, a kerékpárosok számára kerékpár tároló, illetve a busz forduló is átépítésre került, tehát nem csak esztétikailag újult meg a vasútállomás közvetlen környezete, hanem az utasok kényelmét is szolgálja. De az önkormányzat is igyekezett ehhez a felújításhoz hozzájárulni, hiszen az aluljárón egy úszelvényt helyeztünk el a kerékpárosok könnyebb közlekedése érdekében, illetve a vasúton túli városrészben a Szondi utcától, illetve a Fadrusz utcától járdát építettünk, hogy a miklósiak könnyebben meg tudják közelíteni a vasútállomás épületét. A vasúton inneni városrészben pedig még az ősz folyamán elkészül a Vasvári, a Fadrusz és a Polgárkellért utcák aszfaltozása. Én azt gondolom, hogy ezzel mi is hozzá tudunk járulni a könnyebb és kényelmesebb közlekedéséhez a miklósi embereknek. Nem maradt más hátra, mint köszönetemet fejezzem ki a kivitelezést végző cégeknek, a lebonyolításért felelős NIF ZRT-nek, és természetesen a miklósi emberek türelmét is szeretném megköszönni, amellyel tulajdonképpen elviselték az építkezésekkel járó bonyodalmakat. De ez azt hiszem, hogy a múlt. Mostantól egy európai színvonalú vasútállomása van Törökszentmiklósnak. Én azt kérem, hogy használják egészséggel, vegyék birtokba, és ha kérhetem, akkor vigyázzanak is rá, hogy minél tovább abban az állapotában maradjon, mint amilyenben most láthatjuk. Köszönöm szépen. Bizonyára többen is tudják, hogy ezen a 100-as vasútvonalon naponta mintegy 100 vonatpár közlekedik Budapest és Debrecen, illetve akár Románia felé
is. Nagyon fontos ezért, hogy az itt élőknek milyen vasúti infrastruktúra az, amely egyébként a személyi szállításhoz hozzá tud járulni. Én két részre bontanám azt a beruházást, amelyet Török-Szent Miklóson végeztünk. Egyfelől van maga az állomás épülete, amelynél, mint láthatjuk, a felvételi épület is megújult. Új peronokat, szélesebb peronokat, magasabb peronokat építettünk, hogy a motorvonatokra egyébként szintbe lehessen majd felszállni. Perontetőt építettünk, akadálymentesítés történt, ez látszik is a liftek esetében, illetve itt az előtér esetében 21 P+R parkolót alakítottunk ki, egy mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolót, 40 biciklitárolót, egy buszöblőt, egy buszfordítót, és mindezek mellett nem szeretném azt sem elhagyni, hogy továbbra is kivitelezés alatt áll a Török-Szentmiklósi vasúti, most a Török-Szentmiklósi közúti aluljárónak az építése. Ez egy 2,7 milliárd forintos beruházás, amely ugye pont azért fontos, mert Török-Szentmiklóst ez a rettentő frekventált vasútvonal egyébként ketté vágja, tehát a mindennapi élet szempontjából Török-Szentmiklósiaknak legalább annyira fontos lesz, hogy a vasúti vágányokon át tudnak kelni vasúti sorompó nélkül, mint szerintem egyébként az állomás épülete. Ha jól tudom, 24 órából 6 órát van lenne a sorompó, tehát majdnem az egy negyedét. Ezt külön szinttel kiváltva a két település részt teljesen organikusan össze lehet kötni. Még ebben az évben tervezzük ennek az aluljárónak a forgalomba helyezését, tehát 2014. decemberéig. Török-Szentmiklós abban és a térsége abban a kivételezett helyzetben van, hogy az előző Európai Uniós ciklusban a jó terveknek és a jó kormányzati együttműködésnek köszönhetően, hiszen a városvezetés mindent elkövetett, hogy jól együttműködjön a kormányzattal, köszönhetően két óriási infrastruktúrális beruházás is megvalósul a térségben, hiszen ahol itt állunk, ez ugye a vasút felújítása, amely nyilván el nem tudja kerülni Török-Szentmiklóst, hiszen ennek a százas vonalnak a része Török-Szentmiklós, és ne felejtsük el, hogy az M4-es autópálya építése is folyamatosan zajlik, tehát ez a két hatalmas infrastruktúrális beruházás az, amely Török-Szentmiklóst mindenképpen közelebb viszi a főváros, ahogy polgármester asszony mondta, és közelebb viszi Európához is természetesen. Azt gondolom, hogy a kivitelezés során a tervezők nem csak arra gondoltak, hogy európai színvonalon tudjanak utazni a lakosok, hanem arra is, hogy biztonságosan tudják tárolni azokat a gépjárműveket, amivel ide érkeznek, vagy pedig biztonságosan tudjanak tényleg fölülni a buszra, és a busz is biztonságosan tudjon közlekedni. Ennek a beruházás része ez, amit most ugye átadunk, ezek a parkolók, a kerékpártároló, illetve a buszforduló. Ez egy fontos rész, általában a beruházásokról ezek azok, amikről megszoktak feledkezni, de én azt gondolom, hogy itt a városvezetés és a NIV ZRT példás együttműködésének köszönhetően ez nagyon-nagyon jól sikerült. Ehhez kapcsolódott még azok a beruházások, amit a város maga tett meg azért, hogy meghallgatva a lakosság szavát kényelmesebbé tegye úgymond a közlekedést és biztonságosabbá, járdákat épített, illetve utakat újít meg, pontosan azért, hogy mindenki tényleg biztonságosan és kényelmesen tudja megközelíteni a vasútállomást. Természetesen egy vasútállomást, ahogy polgármester asszony mondta, meg kell óvni és védeni. Én azt gondolom, hogy a város vezetője ebben is példátosan járt el, hiszen amikor az aluljáró elkészült, akkor nem sokkal azután, hogy használatba vették a lakosok, néhányan graffitit festettek az aluljáróra, illetve a lejáró falára. Ezt akkor példás módon eltakarítottuk, és kértük a lakosságot, hogy ne tegyenek ilyet, és örömmel néztem most szét az aluljáróban, hogy bizony nincs újabb graffiti, rendben van az aluljáró, vigyáznak rá az utasok, és én bízom benne, hogy ez így is marad. Azt gondolom, hogy polgármester asszony személyes példamutatása az fontos a városlakóknak, és arra kérem őket, hogy ilyen területen is kövessék polgármester asszonyt, hiszen személyesen is megmutatta, hogy tenni kell azért a lakóhelyért, azért a lakókörnyezetért, ahol élünk, nem csak élni benne, hanem tenni is kell érte. Polgármester asszony így viselkedik mindennapjaiban, és én bízom benne, hogy a következő ciklusát is úgy tudja letölteni ennek a városnak a vezetésében, hogy mindig példát tud mutatni abban, hogy hogyan kell tenni a városért, hogy legyen miben kövessék a városlakók, és továbbra is tud tenni ezért a városért. Köszönöm szépen!